Sziasztok, srácok és lányok, én itt Sasa vagyok, és ez itt 5 rejtett Fortnite titok, amit nem ismertél. Első az, hogy nem tudom, ezt hányan ismeritek, de vannak olyanok, hogyha ezt itt, ahogy itt látjátok, hogy 79.botlobbiz, és bármilyen számot írtok oda 1-től 100-ig, és befrendelitek. Én is most ezeket befrendelem, mondjuk ezt is, de nem sokára, ja, itt is vannak, látod? Látjátok? Ezzel ilyen botlobbit tudtok csinálni? Igen, ami azt jelenti, szóval, hogy botok ellen tudtok játszani. Ja, amit szerintem biztos, hogy megnyertek, nagyon könnyű. Igen, kezdőknek amúgy ezt ajánlom, hogy nyugodtan így próbálják. Ó, itt is van egy. Bent vagyok egy botnál. Nem tudlak meghívni. Nem tudlak meghívni, valamiért. Úgy tudod, hát már nem te vagy a líder, nem? Igen, de akkor hogy legyek líder? Úgyhogy Redis-be, és utána Redis ki. Na srácok, és itt, igen, 999-es szintűek, és annyi, hogy itt redizzetek. Igaz, most én vagyok itt a party leader, de ez nem így szokott lenni, hanem a bot szokott. És amint elindítjátok a meccset, a bot automatikusan ki fog lépni. És viszont nektek meg megmaradnak a bot ellenfelek, amik nem úgy botok, hogy tényleg ilyen kezdők, hanem szó szerint botok. Majd körbe is lehet nézni, teljesen úgy mozognak, meg úgy táncolnak, hogy... Igen. Mondjuk majd itt a lobbiba tuti, hogy legtöbb, szinte az összes táncolni fog, mert ők itt nem ugrálnak, meg lövöldöznek, hanem ők itt táncolnak nagy részt. A legtöbb arra van beprogramozva. Szóval látjátok, partingból ki is lépett a bot, és viszont meg igaz a nevük az embereknek nem az, de mondom, igazából botok. Ezt számítson a második ilyen titoknak, ilyen Fortnite lifehack szerűségnek, mert hogyha leszálltok, amúgy a legkönnyebb akkor, hogyha itt még botlobbiba vagytok, az a lényeg, hogyha idejöttök Slappy Shores-ba, és erre a házra, ami itt helyezkedik el, erre itt, leszálltok, de nem a tetejére, hanem itt, erre a falra. Megnézitek amúgy, hogy hol mozog a bent az NPC, és a legtöbbször itt kiütitek ezt a falat, átugorjátok ezt, átmentek, és felbérelitek. Hát ez még amúgy nem lenne valami nagy lifehack, de ha egyből ide szálltok, és egyből ezt így megcsináljátok meg azt a chest, néha még oda spawnol, azt kinyitjátok. Akkor jó esélye rendőzök. Igen, ezt halljátok? Hát ez így... És nézzétek a chatet, ennyi. Ugye az a NPC... bot megöli a fél. Hát igen, a bot az megöli a fél világot körülbelül. És amúgy azt vettem észre, hogy nagyon kevés a HP-jük, szóval egy lövésből így. Igen, nem hílelnek, direkt így. Látjátok, ott is van egy, és látjátok, hogy nem talál el. Itt vagyok, de nem találsz el. Látjátok, ennyi. És le lehet headshotolni, meg bármi. Mert egyszerűen, ez bot, mindegyik bot, de szó szerint ez a hivatalos botok. Na és hogyha ide szálltok, majd mondom, hogy felbéreltétek a botot, az NPC-t, ő nem bot, ő NPC, ő azért jobb egy botnál. Utána bejöttök ide kört foglalni, és a következő dolog, hogy itt van ez a job board, és itt egy enemy player-t fel, kicsi bounty-t raktok rá, és emiatt itt mutatja, hogy itt a városban van-e enemy. Szóval eszerek szerint nincs, itt van mindenki meghalt, mehetünk oda a következő megállomáshoz. Megállomás. És körülbelül, ameddig ezt az egészet, amit itt mutattam, végrehajtjátok, vagy megcsináljátok, és megölitek az ottani embereket, addigra pont látjátok, hogy másodperceken, fél percen belül jön a storm, és hát, na, addig jön a storm, és addig, hogyha kiütitek ezt a falat itt, ezt itt így, ez van itt mellett, itt is azt hiszem van egy ilyen, az a lényeg, kiütitek ezt a falat itt, mapon is mutatom, csak hát
Na, az a lényeg valahol itt. Ugye itt kiütitek utána ezt a falat, itt. Utána lejár ez a fél perc. És már, ha minden igaz, igen, érzitek is. És itt a boss. Igen. Ide jöttök. Háromra lőttök. Egy, kettő, három. Ó, ezt mellé lőttem. Megint még egyet. És amit itt mondom, kiütöttetek falat, ez tökéletes, mert itt le is tudtok jönni. Szépen. Ott egy legaizé, oda kell. Na, és de ugye 35 másodpercig legendary loot van ott. 70-ig pedig epic. A sziget jelenik is meg. Ilyenkor pedig tudtak rohanni. Oda mentem. Srácok, mondom, ez itt, ez egy nagyon nagy ilyen lifehack, úgymond. Na srácok, ez itt a következő, hogyha ide bejöttök, akkor mondom, itt be kell áldozni egy kék itemet. Majd utána ide kell jönni, ide kell, meg kell nézni, hogy hány, hol égnek a tüzek. Ezt kell begyújtani, ezt ki kell gyújtani, és ezzel így be tudunk venni. Ezt nem tudom, hogy hányan tudtátok, de igen, ha ráugrotok a dinóra, akkor a tiétek lesz. Nem kell pajzs. Ez nem az a pajzsos játék. Healelni nem kell. Baligari, miért nem healelsz? Válaszolj a kérdésemre. Jó van, az miatt elfelejtem. Hogy felejtetsz el egy healelős játékban healelni? Nos, srácok, és az ötödik titok az pedig az, hogyha ide jöttök, térképen itt van. Az a lényeg, hogyha ide jöttök ehhez a helyhez, hogy itt bejöttök ide a jéghez, akkor itt van kettő láda, ott van egy harmadik, viszont itt meg van egy WC, és hogyha belementek, elteleportál. Jó, most egy kicsit igazlagolok, de nem így kellett volna megtörténnie. Csak az a lényeg, hogy ez egy olyan WC fülke, ami tud teleportálni. És játékban a legtöbb WC fülke csak úgy tud teleportálni, hogy amik a szívben vannak, de ez anélkül is tud. Na és srácok, ennyi is lett volna ez az öt Fortnite titok. Hogyha tetszett, iratkozzatok fel a csatornára és nyomjatok egy lájkot. Én itt sose voltam. Sziasztok!